Na szávusztok, drágáim, itt Fészmami, Fészmami. Hát csodálatos receptkönyvet hoztam nektek, én napokban jutottam hozzá, hát sajnos még nem dedikálták, de ebből fogunk most nézni egy receptet. És hát már megmondom, hogy próbáltam válogatni belőle, de annyi jó recept van benne, és annyi különleges recept, hogy nem is tudom, hogy melyiket válasszuk meg. Hát tudjátok, drágáim, hát nem mindegy, hogy milyenek a hozzávalók. Hát, ja, aki nem tudná, hát Mahiana Rosszálló Varga Irén szakácskönyvé kaptam meg, félretettem magamnak, és főzni bárki tud mellék címmel, és hát ebben nagyon-nagyon jobbnál jobb receptek vannak. Drágáim, szóval én arra gondoltam, hogy magamból kifolyólag, hogy folyik a tóból a víz, és hogy a cukor meg olvad a napon, hogy lehetne mondjuk egy hamburger csinálni, mert hogy amúgykor volt hotdog, ott már meg lett csinálva, ugyebár, meg hát hogy poli, de az a baj, hogy polipot nem tudtunk beszerezni most a Lacival, mert most annak nincsen igénye. Nem jöttem. Bocsánat. Szóval a Poliknak nem igazán van most idénye, úgyhogy hát ami van, azból meg már cefre lesz, úgyhogy ezzel nem tudunk mit csinálni. És viszont a marha az most érik, és akkor azért gondoltam, hogy lehetne. Biztos észrevettétek, hogy most nem vagyok kifestve, mert hát majd úgyis a napom van, és nem vagyok kifestve. De nem is kell, úgy gondolom, mert természetes szépségem van, és hát ez mondanám, hogy ez az új helyem, de nem. Tehát ez az igazi, csak eddig ezt nem láttátok. Szóval ez, de nincs semmi változás, hát ez vagyok én. Én vagyok. Szóval tengeri sóval fogjuk elkészíteni a hamburgert. Hát drágáim, hogy kezdjük akkor is meg a főzést, úgyhogy ezt hova is, ezt ide teszem, és akkor mindjárt begyújtom a Laci! Nyomni kell a gombot! Igen! És akkor így. Ja. Aztán nagyon kell vigyázni, hogy a haj az sosem menjen bele, mert ez nem jó. Ha belemegy a haj, úgy. Jó. Ezt, oké. Egy kevés olajat teszünk bele, nem sokat, egy keveset. Úgy nem sokat, hogy nehogy olajos legyen majd a hamburgerünk. Na, hát nem szeretem így a hajamat hordani, mert itt nagyon belemegy a főztömbbe, de igyekszem úgy csinálni, hogy Laci megint ne azt vacsorázzon. Szóval van ilyen hamburger pucink, és akkor ebbe fogjuk elkészíteni. Már is egy kis késsel felvágom a hamburger pucit. Nem baj, gyerekek, nem baj, hogy ilyen. Ez így szokott, ez jó így. Nincsen, ahhoz volt a gyemek, a receptkönyv. Kell nekünk egy kis tányérféleség. Úgy, mi? Így még egy kicsit, hogy nehogy, úgy, ne legyen már foszos az ételünk. A tisztaságra mindig nagyon vigyázzunk. Fontos elmondanom, hogy a zsömlét is még használat előtt megmostam. Szóval, oda tesszük a
a bucit egy kicsit így a zsömlénket, úgyni, meg fogjuk sütni. Jó ropogósra, olyan, tudjátok, olyan finomra, olyan... Már most is a ropogós amúgy. És hát fogunk beletenni akkor hát hagymát. Megpucoljuk. Hát többféleképpen is meg lehet pucolni egy hagymát. Én így szoktam volt mosni, pucolni. Így. Így és akkor felkarikázzuk a hagymát, úgy, így, nem kell nekünk sok olyan, a jó apróra, mert nem szeretem a sok a hagyma, Laci sem szereti. Annyit szoktam csinálni egyébként, ez ilyen kis titok, vagy mert most már nem titok, hogy éjszakánként, hogy fehér legyen a fogam, akkor ilyen hagyma, akkor innen adatom el, két óra, és akkor hagyom, hogy szívja egész éjszaka. De egy szép rossz alusztasztol le a foga. Nem szabad elrágni, nehéz egyébként. Nem mondom, hogy szintén nehéz, hogy ne rágjuk el. És ami fontos, hogy hát szoktam ide is tenni, hogy elnyomja a szagokat. Hát most már bocsánat, drágáim, de ugyebár hát mindenki ember, hát én is ember vagyok, hát beválhat ott az embernek a csinálja. Hát így, előre most nem hagyom bent, mert sokáig nem, most nem kell, most jó illata van, hát a fogam is fehér, de hát azt most már elvágom. Hát mondtam, hogy nehéz. Na, így, ezt így. Így mindjárt egy pillanat, drágáim, csak letakarítom, ne lássák, jaj, hát ne legyen itt koszos semmi se. Így. Így. Jó. Oké. Okay. Na, szóval teszek ide új tányérokat. Így. És hát szerintem most már láthatjátok ti is, hogy milyen szépen meg van pirulva, így, úgyhogy, hát ti így ne nyúljatok hozzá, mert ti nem bírnátok azt, amit, ahogy én, de én, igazából meg az a baj, hogy most már annyira megsült, hogy várjatok egy kicsit, hogy majd mindjárt egy kicsit, hogy megtámogatom oldalról, hogy maradjon meg úgy, hogy nem, hogy hát nem igaz, nem akarja az igazságot, hát úgyni, így látjátok, hogy ígyni, de így ki is tesszük, majd összekészítjük a hamburgerünket, ígyni. Még egy kicsit, mert még kell a vastaltán, azt mondjuk itt így felvágjuk, ígyni a front, hát így igazán múlni, ja, még ezt hadd sem benne egy kis gyufa is. Na, szóval, nagyon, hát kár, hogy még nem találták fel ugyebár az illatos monitorokat vagy tévéket, mert éreznétek ezt a kellemetlen, nagyon jó illatokat, amik itt teringenek. Na már is közben azért nézem, hogy van tovább a receptünk. Jó, oké. Na, szóval. Jó, hát akkor, hogy legyen egy kis lehet, hogy hülyeség, de én csináljuk meg, szóval, hogy miért nem, mert én bízok ebben a receptben, teszünk rá egy kis cukrot, igen, és teszünk rá ilyen, ez ilyen, hát nem tudom, ettetek-e már ilyet, szóval nem tudom, hogy ismeritek-e. Tehát alapvetően nem fogjátok elni napraforgó mag, még én sem ettem ilyet, és ilyen Laci, mi van ez? Csoki! Jó, csokiba van forgatva,
És hát abból is egy kicsit így, ha nem akar ott marad, nincs sem baj, akkor kicsit így hozzá nyomjuk, így nyi. Jó, oké. Jó. Ez nem probléma, sose legyetek idegesek, ha egy kicsit olajos lesz a kezetek. Én ezt nagyon gyakran szoktam így, hogy így egy kicsit bekenem, és látok pattanást a szám szélén? Na, hát nem látok pattanást a szám szélén, mert nem pattanásos, és miért nem pattanásos? Azért, mert beszoktam kenni egy kis ilyen olajjal, éjszakánként, de 3-4 hétig nyugodtan rajta hagyhatjátok egyébként. Így nem. Na, és akkor van ilyen nagyon-nagyon jó hamburger hús, ezzel teszünk egy kis kevés sót, úgy, hát a felesleg van, hát elszerti, előfordul, nem kell borsot, és akkor így. Na, hát én azt szoktam csinálni, hogy ilyen tényleg körülakú legyen, hogy van nekem ilyen célszer számom, ezt ebbe így teszek bele, így. Így, és akkor ezzel így pont ilyen kis, meg fogjátok látni, ez ilyen kis praktika, hogy látod, ilyen pont ilyen kör alakú, a másikat is az a lényeg, hogy végig kell nyomni ezen a henger alakú szerszámon, így, nyi, és akkor, hát nem, a hagyma is csak jót tesz neki, hát az csak jó lehet, és akkor ezt meg most akkor beletesszük ezt is közben lassan, hogy ropogósra süljön, hallhatjátok, ahogy sűr. Sajnos sajtleszelőnk az nincsen, úgyhogy a sajtot azt megpróbálom úgy, hogy apróra vágni, hát ahogy szoktam, hogy így már igazából szerintem jó, de nem, tehát foglalkozni kell a sajttal, törődni kell a sajttal, a sajt megérdemli a törődést, én kicsit szoktam még így a tenyérbenbe is egy kicsit így, és így érzi a tenyér meleget, ez jól esik a sajtnak, így akkor le tudjuk ide tenni, így mi, jó, és hát csak az a baj, még ezzel nem olyan szép, én szeretném, hogy hát, nem is tudom. Egy kis citrom. Figyelj, a citromnak a héja az mindig jó, az sosem rossz. Így. Mi? Úgy. Kis citrom. És vigyázzunk az alakunkra, hát látjátok, hogy én is évek óta meditálok ezen, és éppen ezért nem is annyira a krémekre megyünk rá, hanem inkább a színekre, mert hogy azok úgy jobban adják, és ha a szem meg a lélek jól lakik, akkor igazából mi is jól lakunk, ugye gyerekek? Hát ti is így vagytok vele, úgyhogy egy kis, hát ez a pirosnál is sárgább, de mindenféleképpen teszünk rá egy keveset. Jó. Így már azért így már mutatós, és hát a reszelt, hát jó, hát nem reszelt, drágáim, de vágott sajtot most így tudjuk akkor rá helyezni, és hát van még itt egy tavalyról maradt mandarinos valami, aztán még így, hát ezt úgy gondoltam, hogy mert ne ez is úgy karikázva legyen, ezt inkább egy kicsit is kiszednénk belőle egy darabocskát, de csak a lényeget, tehát csak a magot tennénk bele, azt keressük ki a magot belőle, jó? Van benne, mindegyikben van mag, így, meg a levé, zsácsol, tehát ez talán egy kicsit ilyen így. És akkor hát a narancséját, tudjátok, hogy ha kiszárítjátok is, hogy milyen jó illatot csinál, és hát... Mm. Mm.
Nagyon finom. A héja is. Látjátok, én is megeszem. Tényleg jó. Ajánlom mindenkinek. Tudod már, a húsunk sül, de azt le kell szarni, hagyj égen meg. Szóval, így, hogy most már azért vannak rajta finomságok, még van itt egy kis félig rohadt alma, és Jet Li-től tanultam ezt a fogást. Így, így. Nagyon fontos, hogy az almának csak a héját, jó? Csak a héját tesszük rá, mert azon szép, azon a zöldnél is pirosabb, és azt tesszük rá, így mi, még egy kicsit ezeket is így formálgatjuk, hogy maradjál már ott te. Jó, akkor majd meggondolkozol a földön, mit tettél velem, hát nem ez a haci. Milyen almát vettél. Ez a uborka. Ez a... Laci! Mond! Natasha! Natasha! Na, uborka. Az uborka... Nagyon jó. Abból is hát nem fogjátok elhinni, hogy éjszakánként így szoktam aludni. És reggel olyan üdes tekintettel ébredek, enyhén olajos szájjal, de hát az csak az olajtól van, és egyébként ha azt letörlöm, akkor utána már az uborka az olajhoz már csak egy tojás kell. Kész a reggeli. Tortek tuhat. Reggel. Na, most megnézzük a... a hamburger húsunkat. Okay. Jó, hát ha forró lenne, akkor nem nyúlnék hozzá. De... hagyjuk, hogy hagy süljön. Jaj. Oké, hát egy kicsit itt meg... Jaj. Jaj. Nem baj, nem... Tehát, a szakács vagy, hogy nem vagy szakácsnak. Hogy háziasszony vagy és ott van, hát természetes, hogy az ember lesz egy kis rendetlenség. De ki rak rendet? Hát... Laci rak rendet természetesen. Nem is én fogok, de hogy ő meg ehet ebből a finomságból, amit én most itt főzök. Szóval most már van benne a... Mindjárt meg kell néznem a receptet, mert azt mondjam, hogy igen, a hagyma megvan. Igen, mandarin. Igen, csak még nem is tudom, még valami kéne, hogy egy kicsit úgy jobb legyen ez az egész, hát... na, kész is van. Ez már igazából, ennek már nem is kellett sok. Így... mi? Így... és... várjátok egy kicsit, azt mondja, hogy... és akkor így... Azért így már elég jó, csak... csak még kéne valami, nem is tudom, hát lehet, hogy hülyeség, de... de én azt mondanám, hogy tegyünk bele egy kis fahéjat, mert az ugye a citromhoz
a narancshoz, és hát ez a karácsonyi hangulathoz menne meg úgy, így. Így. Így, igen. Igen, azt hiszem, hogy így lenne jó. És hát még azért a színeket egy pillanat. Úgy annyi elég is, végül is betettünk rá, és hát tegyünk rá egy kis mustárt is. Így. Ne sokat, mert nem teszünk neki. Csak egy csöpetnyit, meg szeretem a csípőset, úgyhogy és hát úgy tökre így menne hozzá, de abból se sokat tegyünk, mert hát nem kell, hogy sok csípőset tegyünk, csak még egy kicsit. Így, mert ez más a fajta csípő, és máshol csíp, meg még ilyet szoktam így. De ez csak ilyen absztrakt módon, mert úgy igazából tudod, hogy így nem tudod, mivel harasz bele. Mert amúgy tudnád, de így most nem tudod, és akkor így tök jó. Egyébként ezzel is beszoktam egy kicsit kenni a számot, olyan szép piros, az nem rúzs vagy tetoválás egyébként, hanem ilyen. Na szóval, mindegy, a lényeg az, hogy voilà! Nem a megszokott hamburger, szóval ez olyan kicsit más, olyan varga rosszálós, riszálós. Ajaj, úgyhogy, ja, majd elfelejtettem, hogy is. Nem tudom, nagyon jó sikerült. Lassi, kérsz? Nagyon jó vagy. Nem vagyok éhes. Szóval, bocsi gyerekek a furcsa evésem miatt, de ha valamilyen hosszú, nagy, akkor azt beírom lenyelni. Hát, majd figyeljétek a csatornámat teremtéssel, meg békészséggel, áldással, és látjátok, milyen szép rózsaszín lett. És hát jövünk legközelebb is, és figyeljétek, jó? Szóval, sziasztok!